Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban az ikrek jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást, mint egy személyes jóslás. A díjam az 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, veled egy vonalban van a lelki társad, de ez a férfi utal a férfiakra is. A fejetek fölött lévő kártyák jelentik a gondolatokat. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt ez a két kártya utal a te gondolataidra vagy terveidre. Itt a gyermek lehet természetesen egy gyermek vagy a gyermekek, de szimbolizálja az ártatlanságot, szép gondolatokat, vagy utalhat egy új kezdetre. Itt az utak jelentik azt, hogy valami vagy valaki útban van hozzád, vagy te hozol döntéseket, és itt van egy új irány, egy új kezdet. Most megnézzük ennél a férfinál az ő gondolatait. Itt a szív jelenti a szerelmet, és a horgony az arra utal, hogy mennyire fontos számára egy biztos párkapcsolat, ahol ő le tud horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát és a hivatást is, amikor ezt szívvel, lélekkel szeretné csinálni. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét, február hónapban itt felül látható. A ravasz róka. Az jelenthet negatív gondolatokat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Jelenthet negatív érzelmeket is, mint például félelmeket, bizonytalanságot, vagy féltékenységet. A ravasz róka mellett megjelenik a kereszt. Ez jelentheti a hitet, de mivel ott van a ravasz róka, te nem hiszel benne, vagy abban, amit szeretnél kialakítani. A kereszt az jelenthet döntéseket is, amikor elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt akkor a ravasz róka segíteni tud, nehogy rossz döntéseket hoz, vagy lehet, hogy február hónap az nem a megfelelő időpont fontos döntéseket hozni. Amit a kereszt és a ravasz róka még jelenthet, egy hamis személy, aki kihasznál téged, becsap téged, és a sors utatok itt kereszteződik. Légy kicsit óvatos. Itt a torony jelentheti a korlátozásokat, hogy ez a hamis személy korlátoz téged. A torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy bírósági ügyeket is. Itt lesznek döntések, de lehet, hogy ez egy hamis döntés. A torony jelentheti azt is, hogy te szeretnél valamit kiépíteni, megnagyobbítani, és ez kihat a munkádra, vagy a hivatásodra. Ez a ház jelenti az otthonodat. Lehet, hogy otthonról szeretnél dolgozni. Az is lehet, hogy szeretnél kiépíteni, megnagyobbítani egy céget, és itt lesz mozgás, lesznek döntések. A ház az jelentheti az otthonodat, a környezetedet, mint például a szomszédokat, vagy a családot,
Valaki útban van hozzád, mert beszélni akar veled. Az is lehet, hogy itt lesznek beszélgetések egy ingatlant illetően, és ez egy férfi, aki érdeklődik. Itt lesznek az utak, a döntések, az lehet egy új irány is, egy változás. Itt vannak beszélgetések, valaki keresi veled a kapcsolatot, és itt látható, hogy lesz mozgás. Második hét, február hónapban itt látható. Ez a kép jelenti a félreértéseket, a vitákat, a veszekedéseket. Itt van a hamisság is. Lehet, hogy valaki meg akar bántani téged, és itt látható ez a hír, de egy vonalban a kártyákkal megjelennek az egerek, és segítenek. Hiszen ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Eltávolítják ezt a vitát, vagy ezt a hamis szemét. Sőt, kisüt a nap, kiderül a valóság, az igazság. Itt lesz egy szerencsés fordulat. Nem csak ebben a helyzetben, hanem a szerelmi élet területén is. Itt vannak tiszta érzelmek, vagy tisztázódik valami. Látható az élet erőd, vagy azt is jelentheti a kártya, hogy valaki erősít téged. Lesznek új kapcsolatok is. A medve az lehet egy személy is, akinek szava van. Vagy az apukád, vagy a főnököd. És a gyűrű jelenthet szerződéseket is. Harmadik hét, február hónapban itt látható. Egy vonalban vagytok egymással. Ami összefűz benneteket, az a csillagkép, ami szerencsét hoz, adja a bizalmat is, hiszen minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. A virágcsokor az jelentheti a te szépségedet, egy szép környezetet, vagy egy meglepetést, egy ajándékot, és a gyermek itt az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet. Ez a kártya szimbolizálja a reményt, vagy utazásukat. Lehet, hogy ő külföldön él, meg akar látogatni téged, vagy lesz egy meghívás. Persze lehet egy közös utazás tervezése is. Ez az út, ez lehet egy belső út, és egy lelki kapcsolat. Itt lesznek változások, itt látható a hűség, és a barátság is, azon kívül, ami kettőtöket illet, itt lesz egy jó hír. Utolsó hét, február hónapban itt látható. Ez a kép szimbolizálja a parkot, és az jelenti a nyilvánosságot. Őt is észreveszik a nyilvánosságon, téged is, vagy ő felvállal téged a nyilvánosságon, vagy találkoztok a nyilvánosságon. Akkor is, ha itt még megjelenik a felhő, ami kicsit olyan átláthatatlan, de az egerek eltávolítják a felhőt, és ez a kasza azt jelenti, hogy lesz egy meglepetés. Lehet, hogy összefuttok a nyilvánosságon, és erre nem számítottál, és ez jó, ez a találkozás. Itt a halak jelentik az anyagiakat, itt tisztázódik valami, van szerencse, ez lehet nyeremény is. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, vagy fordítva, ő értékes számodra, és itt látható a nyitottság. Persze ez a könyv jelentheti a tudást, vagy a tanulást is, vagy hogy rendezed így az anyagiakat. Itt ez a hegy jelentheti a hegyvidéket is, itt az utazás a hegyekbe, de néha jelenti a nehézségeket, ami blokkol téged vagy őt. Ez lezárul, hiszen a kulcs lezárja ezeket a problémákat egy időben
A kulccsal kinyílik itt egy ajtó, a könyv is mutatja ezt a nyitottságot, ő is majd nyitottan beszél veled a jövőről, egy utazásról, esetleg az anyagiakról, vagy az értékekről. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!